5-6-7, mehetünk. Vidám hangulatban telik minden délelőtt a Pannon reggeli. Az 50 gyerek szórakoztató műsorával ébreszti a hallgatókat. Hétfőtől azonban akár ez is feliesztheti önöket. Michael, most hívott Devon. Elindult a Pannon reggeli. Action, action. Vagy ez? Pannon reggeli. Apa kezdődik, kezdődik, kezdődik. Szólj anyádnak is. Pannon reggeli. Pannon reggeli. Esetleg ez? Pannon füstük, das Radio program. Mint mindig, most is igyekeztünk, hogy jól induljon a hallgatók napja. 2-3 másodperc alatt gyakorlatilag mosolyt csalunk a hallgatóknak az arcára, és hogy hát, hogy könnyebben viseljék el az általuk vélt valóságot, talán így tudnám megfogalmazni. A reggeli csapata az elmúlt másfél év poénjait igyekezett beépíteni az új profilba. A hallgatók által generált őrületek, azok is benne lesznek, de hát így visszaköszön majd az egész történet. Újítások vannak, például lesz Korda Gyuri paródia, lesznek filmekből kiragadott részletek, mondatok, az is átalakítva. A Pannon Rádió komolyabb oldalát is megmutatja, ugyanis nem csak a reggeli műsorunk újul meg. Maráci Barabás Mónika, a rádió főszerkesztő helyettese, a közügyek műsorának felvételén elmondta, a hallgatók meglepetésekre számíthatnak reggel 6-tól este 8-ig. Lesz még egy újításunk, hogy nem csak a reggeliben, hanem a napköziben és a hangárban is, tehát reggel 6 órától este 8-ig azok, akik nem csak a tartalom miatt, nem csak a szöveg miatt, nem csak a hírek miatt hallgatja a rádiót, hanem a zene miatt is, az előző órában kapnak egy kis ízelítőt abból, hogy például melyik 3 zeneszám lesz hallható a következő órában. A híradó és a hírek főcím zenéje is megváltozik. Most még ezt a főcímzenét hallhatják minden órában, hétfőtől azonban ez is megváltozik. Azt viszont még nem áruljuk el, hogy milyen lesz az új hangzás. Készüljenek! Hétfőtől új oldalát mutatja a Pannon Rádió. Közjogi értelemben megtette az első lépéseket.